Én a szerencsés alkat vagyok, hogy ki tudom magamból festeni a dolgokat. Tehát akár tragédiaért, akár örömért. Én a legbelsőbb titkaimat is úgy érzem, hogy itt kiadtam magamból. Hát legfeljebb föl kell fejteni. Emlékszem, gyerek voltam, még Debrecenben, és 59-ben először beirattak rajzszakkörbe, annak ugye voltak előzményei, hogy tudom, rajz, ilyen aszfalt rajzversenyeken részt vettem, nagyon sokat rajzoltam, és mindig volt bennem egy indítatás, hogy én festök. Tehát én azt emlékszem is, hogy ezt úgy mondtam is, és nem egy ilyen melveregetős, hanem én benne volt egy ilyen hogy mondjam, irányultság, és azért otthon én megkaptam ezt megfelelő támogatást a szüleim részéről, tehát amit tudtak most akár szavakba, akár beszélgetésekbe, a nagyszüleim részéről, a nagyapám, aki hozta idegen ellen háború után, ugye, és akkor majd később a Szépmészeti Múzeumban, mint teremőr fejezi be életét. Azért már az emberben már motoszkált valami, és tényleg bennem akkor már ez így eldőlt, hogy mindenképpen ezt szeretnék lenni. Elsős-másos koromban már úgy ontottam magamból a rajzokat, pláne akkor ért minket az 56-os forradalom, és rengeteg rajzom van, ilyen harcok is, és ebben van kuruc, labbanc, aztán magyar, akkor orosz-magyar, tehát 56-os témájú. Volt egy Rimóci nevű festőbe, Ácsi kedves ember volt, ott lakott közelünkben, szinte általában velünk. Ő szolgalmazta, hogy hát be kell adni az iskolába, illetve rajzszakkörbe, és akkor a megyesi körbe engem elég korán fölvettek. Hát 59-ben én már 9-10 évesen, illetve 10 évesen már szakkörű tag voltam Lásztai Csabával együtt. És ugye eljött az idő, hogy 8. korom után ugye pályát kellett választani, illetve hát valami iskolát, vagy akármilyen szakmát, és akkor jött az a lehetőség, hogy Budapesten a Művészeti Gimnáziumban, a Képzési Művészeti Gimnáziumban, a Törökpál utcaiba fölvettek akkor Hajdú Biharból egyedül engem. Ez egy nagy álom volt, nagyon csodálatos dolog volt, és olyan tanárai voltak, akik előtt le a kalappal, tehát ezek ma már szinte nem is élnek, mert az a korosztály volt, akit úgy parkolópályára állítottak a 56-os forradalom után nagy részét, és részben akkor a pedagógiába jötték ki magukat, és magas színvonalon adták elő, és ez nagyon nagyszerű dolog volt. És így, hogy az a siketlen főiskolai felvétel miatt vett, hogy nekem úgy kicsit úgy belerontottak az életembe a főiskolával kapcsolatban. Ilyen külső hatalmak, most már ez így kiderült, de hát ez azért, hogy mondjam, ez mindig kárpótolta ez a dolog. Tehát én nem érzem magamat szegényebbnek, mert nagyon jó alapokat kaptam, én úgy érzem. Ez nem csak szakma, inkább morális. Egy csomó olyan dolog volt, amit úgy, akkor úgy megtapasztalt az ember, és az azt hiszem, hogy nem mindenkinek jutott osztály részül. 18 éves koromban lettem katona, és gyakorlatilag 21. életévenben szereltem le. Ez nagy idő. Tehát azért megfogja az embert, de azért én tudtam, hogy hová kerültem, és nagyon is tudtam, hogy kikhez kerültem, hogy én tudtam, hogy ez egy milyen cég, ha így veszük a mai kifejezéssel, kikből áll. És amikor én leszerelés előtt
nem sokkal, akkor egy ilyen szép SZA BM-1000-es, hogy már nincs az élők sorába. Ő volt a fő ilyen nagy csalnyik, aki ilyen dolgokkal foglalkozott, és úgy próbált agitálni, hogy én azért több is lehetnék, mint meg hogy hát én nagyon szép fiatal ember vagyok, és hát majd magának majd csinálják a főiskolát, majd csak írjon alá két évet, meg így, meg úgy, meg amúgy. Tehát agitált, tőlem ez iszony távol volt, és ha nem lett volna talán ez a 25 hónap mögöttem, és beleláttam, és nem láttam volna így bele az egészben, akkor lehet, hogy az ember föl se fogja, és oltatlan csinál egy rossz lépést, ami végigkísérne az egész életét. Én akkor rácsaptam az ajtót. Hát ennyit a főiskoláról, utána hirtelen nem vettek fel. Igaz, mert előkészítős voltam, tehát minden megvolt ahhoz, hogy még kétszer behívtak katonának, tovább se, amit kidőtt mindig tévedésből. Hát a rendszer az ilyen, így működött. Erre mondták azt, hogy ez egy ilyen lágy, gyeng izé volt, ilyen, nem tudom, ilyen volt ez a Kádár rendszer. Nem volt olyan kemény, nem a fenét, kemény volt az. Jó, sokan nem érezték, akik nem akarták, az úgyse érezte meg, aki akarta meg, véletlenül voltatlan, nem tudta kikerülni őket akkor. Meg aztán a csúcs ennek az egésznek, amikor kikértem a történelmi hivatalból a papírjaimat 89-ben, hogy 81-ben bemikrofonozták a lakást, az új házat, amit építettem. Erről megvan a hiteles papír, minden. Hát egy elég szégyen rájuk, úgyhogy egész napos programot csináltak maguknak. Úgyhogy ez szinte már ma mosolyogni való, de valahol nagyon szomorú és tragikus. Hál' Istennek a sors úgy adta, hogy kikeveredtem Szentendrére. Hát nagyon sokat van a társam itt lakott. Részben emiatt is, Gimiskolomba is kijártunk azért ide, tehát nem volt úgy ismeretlen. Amikor ide csöppentem, azért a korosztályomhoz csöppentem, mert itt ismerkedtem meg a Matyuikkal, Zámböcsével, Oldas Gyurival, tehát akkori ugyanúgy, akkor még autodidakta művészeknek mondták, és mondtam én is magamat. Csomó olyan barátommal, nem is voltak még már művészek, nem is voltak, nem is lettek, de abba a körbe tartoztak egy Zádor Pötyi, egy Füzi Zoli, egy Csehi Laci. Tehát ez egy ilyen mikorosztályunk volt, tudod, és napok alatt összejöttünk, és összejöttem, és ez teljesen, és a város ugye kicsi volt, nem ekkora nagy hódály, és minden elérhető volt, megtaláltuk egymást. Annyira pillanatok alatt, valahogy az ember úgy fölfigyelt a másra, szinte tudta, hogy mit csinál. És akkor meghívtak az első szabadtéri kiállításra 71-ben, akkor én már írtam édesanyámnak, volt nagy boldog, hogy megtaláltam a barátaimat. Itt vagyok, ez egy fantasztikus hely, és tehát ez tényleg egy, aztán ebben a sors is benne volt. Az itt volt egy nagy pezsgés, tehát itt irodalom, képzőszerzene, minden szempontban, mindenhol balett, minden műfajban, itt nagy dolgok voltak, tehát azon a szinten itt nagy mozgások voltak, avantgard mozgások, tehát ezek az az időszak volt, ahol nagyon sok autodidakta, úgymond művész, nem csak képzelni, ez megjelent hirtelen a színpadon, tehát a élet színpadán. Állatotosak voltunk, és egymást erősítettük. Ezekben az emberek, akiket felsoroltam, azért mozorgott valami, és azért mindegyikünkből az lett, akik szerettünk volna lenni, és elismert művészek, hát már így adta a sors, de szóval megharcoltunk érte elég keményen. És mondom, ez nagyon sokat számított, hogy együtt voltunk.
albéletben voltunk, munkát vállaltunk, tehát minden olyan dolgot is alárendeltünk különben ennek, tehát mindenképpen, tehát ez, szóval ez nem volt kérdés. Tehát akár amikor én megnősültem, vagy akármi, akkor is én ezt csináltam, tehát elmentem úgy dolgozni a munkahelyekre, ahol időm legyen, szabad időm legyen. Tehát elmentem ugye a vízműhöz, vagy ilyen voltam éjjelőr is, hogy 12 óra éjszaka, és akkor mondtam, egy nap szabad, tehát hogy legyen dolga, mert tudjak dolgozni. Ugyanígy meg volt a vízműnél, és ott 10 évet, tehát 83-ig lehúztam, és mint gépész. Mozgattuk az embereket, meg szerintem a művészeket, már azokat, akik már, akkor már azért már úgynevezett profi művészek voltak, és azért is jól fölkavartuk itt a vizeket. De hát ez azt mondom, a korosztályunknak megfelelőképpen zajlott, ezt így kellett csinálni, meg így volt jó. És azóta jó, hogy azért jöttek a visszacsatolások, hogy akár egy Deinpától, vagy egy Barcsai Jenőtől, vagy szóval sok mindenki lehet mondani, egy Balogh Lacitól, azért, hogy ezek visszajöttek, egy Pirk János bácsitól, tehát hogy számon tartottak minket, meg szerettek lassanként minket, meg segítettek, nagyon sokan segítettek, sokat segítettek ők bennünket. Becsöppent ez a társaság, később ugye megcsináltuk közösen a Vajdalai stúdiót, és az úgy kimondva kimondatlanul, mert nem ez, hogy most deklaráljuk, hogy nem most mit teret kérünk, vagy akarunk, de itt vagyunk, és akkor egy szokatlan dolog volt, hogy ő ilyen fiatalon, szinte pofátlan, azt mondjuk, mi is művészek vagyunk, és meg akarjuk mutatni a dolgainkat. És ez mégis tényleg azért kértünk teret, mert kértünk kiállítóteret, kiállítottunk a Dunapart Művészeti Házba, majd megkaptuk ugye 73-ban a Vajda pincét, 74-ben rendbe hoztuk, és ugye akkor valahogy, mint a Rés a Bástyán, szokták volt mondani, 76-ban ugye a társaság jelentős része, tehát akik részben így ugye alapítói voltunk a Vajdának, bejutottunk a Fiatal Művészek stúdiójába, ez gyakorlatilag az első lépcsőfoka volt a hivatalos elismertségnek. És utána pedig a művészet, aki a művészeti alaptagságot is egy-két év múlva szinte mindenki 80-ig úgy megkapta. Tehát gyakorlatilag ebben elismerték a dolgot. De mégis nem ez volt a cél részünkről, hogy most ezt megszerezzük, hanem mi mindenképpen jelen akartunk lenni, hát volt mondani valónk. Ez egy kicsit úgy eltért a dolgoktól. Tehát ez más volt. Megvaksoljogtuk azért azt a hivatos művészetet, azt a egyfajta képcsarnoki festészetet. Tehát nagyon, nagyon elegánsan, hogy úgy távol tudtuk magunkat tartani. Tehát ilyen szempontból könnyű volt, mert ugye mi más alapállásból politizáltunk, idézőben festettünk. És mi vállaltuk azt, hogy a művészetünk mellett mi munkával keressük a kenyerünket. Tehát mindenképpen dolgoztunk. Ez volt a jó, hogy megadtuk maguknak, megteremtettük a függetlenségünket. Nekünk könnyebb volt sok mindent, akkor is, hogyha esetleg azt nem jó néven vették. És azt tudtuk, hogy nem jó néven vették, mert azért nagyon sok kiállításunk állandóan vigyázó szemek, és akkor mi, ez mi az, ezt vegyük, vagy vegyük le, vagy jó lenne így, meg úgy, vagy bezárjuk. Vagy. Tehát mindig voltak ilyen, éreztük a hatalomnak ezt a fajta játékát, de ugyanakkor ő meg volt az a nagy szabadság, hogy mi többet engedhettünk meg magunknak, bár szerintem lehet, hogy akkor most utólag könnyű mondani, hogy azok is könnyen megtehették volna, csak esetleg nem voltak ahhoz elég bátrak. Nem akartunk mi harcolni ezekkel, meg semmi. Mi csináltuk az életünket, és dolgoztunk, és hittünk benne, hogy ez jó. Hát nekem is megfogult a fejembe, hogy elmegyek az országból. Tehát egyszerűen, mert ilyen az egészet.
Tehát én nem éreztem úgy jól magamat, tehát én nekem volt egy kialakult véleményem erről az egészről, amiben éltünk. És visszagondolok, annyira soha nem változott meg ma is. Hogy mondjam, a véleményem az úgy akkor is hasonló volt. De itt éltem, ugye, meg itt élek, meg magyar vagyok, meg hát itt a hazám, és sok minden ide kötött, és úgy éreztem, hogy nekem itt kell helytállnom, mint nagyon sokan helytálltak. És ez nem volt kérdés, tehát az, hogy tudtuk, hogy mi ezek vagyunk, vagyis én részem most magam nevébe veszek, én tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Van egy célod, és ez egy fontos cél. De úgyhogy normális a dolog, amikor megnősül, vagy átválaszt, vagy egyáltalán, akkor ugye az is normális, hogy család. Most ezeket össze kell fésülni, tehát, de úgy, hogy senki ne sérüljön meg, lehetőleg. Tehát ne sérüljenek azok a dolgok. Se a család szempontjából, se a művészet szempontjából. Hál' Istennek bennem megvolt ez, hogy megvan, hogy megvolt ez a dolog, hogy a kettősség, hogy ezt összetudtam, hogy így gyúrni ezt a két dolgot. Ami megfogott ebben a fiatal barátomba, az elsősorban az embernek az egyénisége. Jó, hogy tudjuk az ecsetet, hogy fogjuk meg. Jó, hogy a Szentendrei motivumot, persze, hát azért művész, oda tegye azt a motivumot, ahova kell. De hogyha megnézitek az egész életutat, a gyerekkori tartása, 7 éves gyerekkori tartása, később a Duna elleni ügyekbe találkozott, ugye rá nem tudom én 20 évre, vagy ha emlékeztek a romániai falu rombolás elleni tiltakozásként, ami lehetett akár egy aktív plakát akció is, de mind együtt volt az erkölcs és a szellem, és engemet ez ragadott meg. És ez az erkölcs és ez a derűs személyiség valahogyan úgy találkozott, hogy többnyire szeretjük ezt a fiatal barátmat. Főleg ezzel a mosolyával, ahogyan ránk néz, hát teljesen azt gondoljuk, hogy a világnak megváltoznak a törvényei, de nem változnak meg. Mi magunk változunk meg. Volt szerencsém csak nem egy évtizedig együtt dolgozni Jánossal Zebegényben, Szőnyi István szabadiskola, Szőnyinek a valamikori kertjében. Én megkívtam a Jánost, én voltam akkor ennek a művészeti vezetője, vagy valami ilyesmi, plenár osztályt tanítani. Akkoriban már vendégként ott működött egy öreg mester, aki hát évtizedekig a főiskolát tanított, a képzőt, Bégvári Lajos professzor úr, aki hát teljesen meg volt rökönyödve, hogy lehet az, hogy egy plenár osztályt egy absztrakt geometrikus festő tanít. Hát mondtam neki, hogy talán sétáljunk föl és nézd meg. Ez egy kis tisztás volt a domb tetőn, az akt be volt állt, János beállított az aktot, körbe ugye le volt alapozva a vászon vagy a lemez, pillanatokat felrakta így az arányokat, aztán 2 óra múlva odament, aki ügyetlen volt, annak ugye besegített már a színek felrakásában, és végül pillanatokat felrakta a figurát úgy, ahogy komplett készkép volt. Nos, ez imponáló dolog volt, és nem kellett neki semmit tenni ahhoz, hogy az órák letelte után, az esti órákba már úgy köré gyűltek a hallgatók, arról nem beszélve, vagy hétvégén pedig tyúk apónak hívták a tanárok, mert János után liba sorba mentek ezek a 16-tól 50 éves korig lévő angyalok és krampuszok, és hozta át őket Szentendrére, mert éppen olyan kiállítás volt, aminek az eredményeit vagy a látványt át tudta építeni abban, amit ő tanított.
volt egy olyan közös eseményünk, ami azt hiszem az ő életében is, és az enyémben is, de a város történetében is hát egy eléggé emlékezetes esemény maradt. Kaptam egy meghívót János egy Budakalászi kiállítására, amire elmentem, és láttam ott néhány új angyalos képét, ami akkora hatással volt rám, hogy oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, ha csinálnánk Szentendrén az én galériámban is egy kiállítást. Rögtön rámondta mosolyogva, hogy jó, következő történt. Nekem egy lakásgalériám van, ami azért érdekes csak, mert a tér, ahol ezek a képek kiállítása kerültek, egy intim tér, egy régi szentendrei ház, kis egymásban nyíló helyiségekkel, zegzugokkal, ahol a Jánosnak a képei eszméletlenül éltek. Tehát képzeljék el, hogy január 13-a van, hideg, sötét, és ez a ház Szentendre belvárosának egy olyan részén van, ahova napközben is nehéz oda találni. Olyan tömeg jött el, hogy nem a házba, nem a telekre, a belső udvarra nem fértek be, az utcában nem tudtak, nem autóval gyalog bejönni az emberek. Utána nagyon sokan és sokat beszélgettünk erről az eseményről, hogy mi az, ami ilyen vonzerővel bírt. És akkor úgy összeraktuk az elemeket, és szinte mindenki első helyre tette Aknai személyiségét. Azt, hogy az emberek, a barátai annyira szeretik a képei mellett az ő korrekt, tiszta jellemét és közösségi vonzerejét, hogy mint a mágnes úgy hat az emberekre, és mennek el utána. Hát többször megkérdeztek már tőlem, hogy jelentek, mikor jelentek meg az angyalok, és mindig elmondom, hogy gyakorlatilag az egész pályafutásomat, mióta egy Szentendrén élek, 71 óta így végigkíséri, és a korábbi angyalok hogy úgy jelentek meg, hogy tényleg követték azt a ikonszerű leképezését, melyek tulajdonképpen végig a nagy elődökre úgy hatottak, tehát végig lehet követni ezt a részét a ilyen művészetemben is. Tehát 70-es évek legelejétől gyakorlatilag ugye 70-es évek másik feléig jobbára ilyen típusú lények jelennek meg, tehát amelyek tulajdonképpen erősen kötődnek egyfajta előbb mondott ikonizált angyal figurához. Tehát amikor egy ilyen testnék angyal testet kap, és gyakorlatilag így válik érthető az emberek számára. Elmúlt tényleg egy idő, de ugyanakkor nagyon fontos, amikor még egyszer belép az életembe, nagyon erősen,
egy átlényegült kis angyalka, hát ezt meg kell mondani, hogy ez nem véletlen. Tehát amikor kislányom eltávozott, Sárik a túlsó part, akkor nagyon kevés, hogy mondjam, eszköz maradt az emberek kezébe, ugye? Mert még én szerencsés voltam, hogy nekem maradt annyi, hogy magam számára a kis lenyomatait én úgy megjelenítsem, tehát mert ugye nagyon fontos, és nem, hogy fontos, hát egyszerűen kitörhetetlen az ember életéből egy ilyen gyermek, de ez szinte törvényszerű volt nálam festőnél, hogy valamilyen formában megmutassam. És nálam ami furcsa dolog történt, hogy amikor sikerült olyan módon megjeleníteni, akkor hirtelen elkezdett olyan kis, hogy mondjam, helyzetekbe kerülni ez a angyalszerű lény, ami már megjelent, amit tulajdonképpen mégis azt mondhatnám, hogy ő és őről szól a történet, hogy tulajdonképpen egy ilyen utitárs maradt mellettem. Én is úgy érzem, hogy nem véletlenül mindig megjelent különböző formákban, tehát mindig ő az, amikor azt mondom, hogy mögötte van az ember, akkor igenis ott van mögötte. Ő már olyan átlényegült szellemlény, tulajdonképpen, illetve ilyen önző módon, vagy én ugye átkereszteltem, hogy ő az én őrangyalom. És igen, és nagyon sok munkámon keresztül mindig átsüt, és az is igazság, hogy nagyon sokszor összekacsintok vele, de hát ez már az én dolgom, és én érzem is ezt a fajta ilyen szintén érintettséget. Nekem olyan érzésem támadt, hogy mintha önnön magát vennék körbe az angyalokkal, a védelemmel, egyfajta transzcendens védelemmel, azáltal, hogy képpé formálja azt a valamit, amit keresztény kultúrkörben angyalnak nevezünk, aminek a létezésében ő hisz. Ez mint egy képpé festett ima. Sokkal bonyolultabbnak látom ezeket az angyal figurákat, hiszen korábbi írásomban talán azt a címet adtam, hogy léglökéses angyalszárnyak. Tehát itt az angyaltól már úgy el van vonatkoztatva, hogy gyakorlatilag a szabadság, a száguldás lendület, ahogy megy föl a stratoszférába, az a megvalósíthatatlan, persze angyal is, meg repülőgép is, meg talán a vágyunk is. Tehát ebben a figurában, tehát valami modernség teljesedik ki most, hogyha két szárny, ami lehet vasszárny is, acélszárny is, hatol föl a rengetegbe, ez valamilyen szabadság szimbólum szerintem. Itt él közöttünk egy ember, aki művész, és aki vívja a maga mindennapi külső és belső életharcát, és állandóan, folyamatosan és non-stop keresi a létrát, az utat,
a lent és a fönt között. És ez mindannyiunk sorstörténete, és szerintem ezért hat ránk annyira. Nagyon fontos, hogy az embernek a belső meggyőződése, a tényleg mondhatnám olyan fontos dolgokban, amikor az ember alkot, és föltárulnak előtt olyan kapuk, és kinyílnak olyan ablakok. Én nekem meggyőződésem, ez hit nélkül nem megy. És a hitet úgy kell elképzelni, vagy úgy kell gondolkodni, hogy az a hit az egy, nem csak egy meggyőződés, hanem tényleg hinni abba, hogy nem csak, hogy én itt, mint művész, én egy olyan eszköz vagyok, egy olyan szerencsefia, akit megérintett valami. Az igaz, hogy minden egyes munkámnál képem előtt, mikor ott van mégis üres az a papír, vagy az a vászon, vagy az a valami, az a hordozó felület, izgulok nagyon az első ecsetig, vagy másik, hogy az hogy lesz. Az egy olyan, valami ez is érdekes, de ez is olyan, hogy ez se úgy megy, hogy nem most izgulok, hanem valahogy van bennem egy ilyen, valami druk, és akkor megindul a kezem, és akkor puff, leteszem az elsőt, és akkor beindul. Ez tulajdonképpen egy szerkezet, egy váz, tulajdonképpen lehet egy városnak a váza, egy házaknak a váza, egy konstrukció, tulajdonképpen így de csupaszon jelenik meg, ezért fehérítem ki a képet magát. És az is igaz, amikor nagyon sok színes képet festek, akkor hirtelen valami oknál fogva jönnek a fehér képek. Úgynevezett fehér képek, amik tulajdonképpen persze nem fehér képek, mint tudjuk, csak valahogy jó esik. Nem sokat spekulálok, nem szoktam nagyon. Ez egy alkat kérdése biztos, ha esnek engem, ebben megállt a jó Isten valamilyen dologgal, hogy kevés vázatot csinálok. Most nem azt jelenti, hogy nem kellene, lehet, hogy sokszor jó lenne egy jó vázlatot csinálni. Egy-egy olyan nagyobb munkához szoktam egy-egy olyan skiccet, vagy a kisebb valamit csinálni, de az ritka, de inkább csak az, hogy úgy az egyensúly, amit ott megcsináltam kicsibe, az úgy mindig előtte menjen egy kicsit, hogy ne kalandozzak el. Hát azért én sokat meditáltam ezen, ennek is rengeteg, olyan sok előképe van, vagy hát ez azért úgy hirtelen úgy jön az ujjamból, de azért ez valahogy mégis úgy jön. De inkább az a pillanat, amikor neki látok festeni, hogy ezt fogom csinálni, az egy hosszas érlelődésnek a következménye. Tehát, hogy most akkor elkezdem. Az a szerencsés ember vagyok, hogy én nem nagyon semmisítem meg a képeimet, tehát lehet, hogy nem mindig egyforma nívójú, vagy mindig van, de én mindegyiket, amit festek, majdnem 100%-ban azt megőrzöm, tehát az megvan, tehát azt én úgy vállalom, úgy festem meg, tehát hogy azt én komolyan veszem, és jó, hát persze lehet mondani, hogy ez egy kicsit keményebb, ez jobb, vagy ez mélybeütősebb, vagy többet mond az embernek, de minden esetre
azt sem értem született meg, amik esetleg nem mond annyit, szeretem, hogy megnézik a munkáimat. Tehát lehet, hogy erre nem is jó így beszélni, mert mondják, hogy ez ilyen nagy képűség, vagy akár ne tudja, de tehát én örülök annak, a más örül, és nem dugom el a képeimet, mert az nem csak nekem készültek. Hát minden kiállítás megnyitó kockázat. Minden egyes képkockázat, amit kiteszek a falra. Hát a művésznek vállalnia kell önmagát. Itt azért annyi sok olyan dolog van, ami már úgy az emberben úgy megjelenlődik. Tehát tudod azt, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy szinte egy ilyen mozdulatban nagyon sok minden benne van. Tudod? Tehát ez lehet, hogy 20 évvel ezelőtt több mozdulatba került, meg több időbe. Tehát az emberben van egy, hogy összegyűlik egy csomó tapasztalat, és sok olyan dolog, amitől már, tehát akkor már így le tudsz tenni egy felület, egy szint, illetve egy festék, húz egy csíkot, és az a csíknak azért megjelenik a felületen, akkor annak van vastagsága, van plasztikája, van egy harmóniája. Ez valahogy az ember fejébe zajlik le, ez a sok dolog, ezek a folyamatok. És tényleg Jóisten tudja, hogy egy-egy dolog, egy-egy kialakult motivum, egy képre került, egy ábrázolás és egy kész festmény, amikre azt mondom, hogy kész, azon megjelenő színek, formák teljes egysége, az lehet, hogy elindított egy olyan dolgot, ami majd esetleg 10 év múlva csak berobban, és akkor szinte megújulva, mint egy főnix madár, úgyhogy elkezd dolgozni, önálló életet kezd élni. Persze, hogy vannak pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy most így hagyná, nagyon jó, hogy kijön a kék, meg a fekete alól, meg sok minden, de hát nem hagyom úgy. Bármennyire nő az ember, úgy van vele, hogy sokszor lehet, hogy úgy kéne hagyni, de még lehet, hogy a következőnél már bátrabb leszek, és akkor úgy csinálom. Jó festeni, jó a festék, mert vártam már, ezt én beteszem. Ezt kiteszem. Kicsit öntök el. Nagyon jó kis fehér. Nagyon finom. Olyan, mint a tejföl. És persze ez meg fog száradni, akkor még megint rá fogok menni másik fehérrel, és akkor még olyan izgalmasabb lesz. Tehát azért ez bármennyire olyan úgy néz ki, mintha kész lenne, még nincs kész. Élvezem is. Most van az állapotban, amikor befejeződik az első olyan fázis, ami gyakorlatilag a egyharmada kész van a képnek, és akkor erre jönnek még a rétegek, tehát megint. És még két különböző fehérrel rá fogok menni, tehát én kicsit úgy, hogy most meg kellnek száradni, akkor bemattul. Persze, szárad, és van ideje, és akkor majd még szépen elkezdtem kicsit érlelni. És szerintem az utána már... Abban a pillanatban, amikor megtörténik az a kis csoda, hogy sikerül egy képet alkotni, akkor az már kikerül az én kis privát szférámból, kikerül a műterem falára, kikerül az emberekhez, egy kiállító térbe, és elkezd kommunikálni, elkezd önállóan élni. És mondom, még egyszer meggyőződésem, hogy ilyen szempontból az embernek, a művésznek igenis elkötelezettnek kell lennie. Tehát ebből nem kell egy faxnit csinálni, ez egyszerűen egy jó dolog, hogy az ember össze
mosolyogva, idézőjelben a szerencsével, meg összemosolyogva abban a ablakon túli valamivel, világgal. Hát ilyenkor vagyok türelmetlen, amikor leszek türelmetlen. Hát várnám, hogy csak hát nem lett azért ezt azért fizikailag megterhelni az embert, meg mások azt, hogy nem lehet türelmetlennek lenni, muszáj megvenni, megszáradjon. Meg hát azért lefárad az ember ilyenkor. De úgy bennem van már, ilyenkor ez motoszkál napokig bennem. Tehát én olyan vagyok, hogy még el nem készül addig ez nagyon. Utána olyan gyorsan el is ereztem a képet, tehát készen van, és akkor kész. Megjelent az a 1986-os cikk, írás, tanulmány a művészetben, az akkori művészetben, vagy 87 elején. Most már látod, nem tudom, én 86-ban is nagyon meghalt, 80, akkor lehet, hogy rögtön rá egy évvel. Lóti Tihamér írt nagy átfogó tanulmányt, akkor ez nagy robbanás volt, tehát az életemben is, meg úgy jó, tehát hogy mondjam, akkor úgy hirtelen úgy ismerté tették az embert, bár ismertek akkor is sokan, meg úgy tágabban is. És abban nagyon sok minden le van írva, tulajdonképpen az év, az a 86-87-es időszak volt az, amikor tulajdonképpen már 100%-ig magamat vállalva, tehát akkor is előtte az időszakot is tulajdonképpen, de ez az időszak, amikor úgy érzem, hogy úgy ez már teljesen az enyém. Aztán egy nagyon jelentős korszak a székely rovásírás felfedezés és beépítés a kompozícióba, ami először kis raster formákként jött elő, aztán egy-egy betű jel életre kelt, madárszerű vagy repülőgépszerűvé vált. Sok néző úgy is nevezte el ezeket a munkákat. Azt a fajta szenten egy tradíciót, amit a Barcsai, a Kornis, a Vajda, a kedves öreg barátunk, a Balogh Laci képvisel. Szóval ez a szál, ami félig el volt már ejtve, ezt mondjuk az Aknaép felemelte, és hát saját habitusára gyúrva, sodorva alakult ki egy abszolút személyes, össze nem tévesztető életmű. A festészetében egészen napjainkig értendően a nagy múzsa, az a Szentendre jelen van. És ezt én egy nagyon lényeges dolognak tartom, mert ebben a vonatkozásban egy kicsit hídember. Aknai az egyetlen olyan festő, akinek a város szeretete, a város szimbólumai következetesen megjelennek a képein.
Mikor volt az a halálos betegség, döbbenettel láttam, a kórházból úgy jött ki, és úgy állt a vártán, hogy az órában lévő vezeték ugye el volt vágva, ami ment le a gyomrába, vagy nem tudom én hova, és itt lehetett látni a vezetéket, hogy ott volt, és ott állt bizodalommal egy halálos, vagy egy félig halálos betegségen túl, vagy éppen a közepébe, és bizodalommal az emberek, az emberiség, a művészet iránt. Tehát valami olyan belső erő, és ez talán sokkal fontosabb, mint hogy mit hogyan tudja merrefelé kanyarítani a vonalat, mert hogyha ez nem lenne benne, akkor nem lenne se angyalkanyarítás, se léglőkéses szárnyak, tehát akkor egy szétfolyó valami lenne. Tehát itt valami olyan emberi, erkölcsi, tudatos erő van ebbe a fiatal emberbe, amit szerencsére összeölelkezve ugye ezekkel a meglévő és nem lévő angyalokkal összeölelkezve föl tudott emelni művészetté. Tíz éve volt, hogy már többen megkérdezték, hogy mégse kellett átmennem azon a idézővet kapun, ami elválasztja ezt a két világot, és tényleg annak a határán voltam. És azért furcsa erről beszélni, mert amikor ott voltam abban a helyzetben, akkor végig gondoltam nagyon sok mindent. És magam mindig mondtam, hogy nekem van dolgom. Ilyenkor persze utólag könnyű mondani, de tényleg ez volt, hogy bíztam abban, hogy nem azt, hogy megúszom, hanem igaz, hogy rábíztam a sorsra, meg hogy mi lesz, aggódtam inkább azon, hogy talán nem tudok sok mindent megcsinálni már, és ennyi volt. Persze nem elég hiú, és persze magamat nem sajnáltam, hál' Istennek odáig nem jutottam el. De éreztem azt, hogy valahogy engem nem akarnak nagyon átvinni, hanem valahogy úgy, hogy még ott akarnak tartani a Földön, mert tényleg volt egy ilyen. Talán az is belejátszott tényleg, hogy azt a súlyos betegséget sokan talán nem is viseltek volna, meg pánikoltak volna, meg minden. Én nem tehettem meg, hogy ott egyáltalán kétségbe esek, mert mindig az jutott eszembe, hogy ugyanabban a kórházban, klinikákon volt a lányom, Sárika, 86-ban, és ott volt egy hónapig, és azt hiszem, ő százszorta jobban megszenvedte szegénykém ezt az egészet. Én meg nekem, ami ott adatott, az egy súlyos dolog volt, de pont erre gondoltam, hogy én nem tehetem meg nekem ezt, akár így, akár úgy, hát emelt fővevőjét kell csinálni. Ha így, akkor így, ha úgy, akkor úgy. Ez is benne volt. És azt is éreztem, hogy nagyon sokan aggódtak értem, és nagyon sokan szerették volna azt, és szerették azt volna azt, hogy maradjak, és biztos ez az erős hit is, erről beszéltem, az is számított, hogy itt maradjak, az adatot meg, hogy maradjak, és még volt dolgom, és van dolgom. Hát remélem, hogy igyekszem ebbe jósán farkodni. A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjesztésére nemzeti
ünnepünk március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából a Kossuth díjat adományozza. Művészi munkássága elismeréseként Aknai János Munkács Mihály díjas festő. Őszintén, hogy próbáltam bagatellizálni magamban ezt, hogy korábban, hogy akkor megkaptam az értesítést, hogy mi lesz, ha így. Amikor ide jöttem, és úgy a himnusz eléneklése után úgy szembesültem, hogy engem ki fognak hívni, én leszek az első ráadásul, akkor úgy sok mindent úgy átéltem egy pillanatok alatt. Tehát ennek azért van súlya. Tehát az olyan, hogy hazudni az ember, hogy bárki, aki azt mondaná, hogy ez nem érintette meg ez a dolog, mert szerintem nagyon megérintett engem, és természetesen nek megvan a helye majd, hogy de ebben élni is kell, meg hát ezt meg kell becsülni, és tulajdonképpen úgy kell folytatni az embernek a saját munkáját, ez természetes dolog. Mert azért ezt nem csak magamnak köszönhetem, mert azért meg kell mondani, hogy azért nem, mert családban él, és sok minden van. Tehát itt ez egy közös siker is, tehát itt a családomnak is a közös sikere. Én az a művész vagyok, aki nem csak másnak, tehát nem csak magának, önmagának, én egy önmutogató művész vagyok, aki szereti megmutatni azt a munkásságát, ahol sok minden felfedezhet, az öröm, a bánat, a szépség, a jó, ami engem ért, másokat ért, úgy gondolom, hogy ez közkincs. Lehet, hogy ez csak egy nagyon vékony kis szelet az életünknek, de én ezt, hogy mondjam, ezt megpróbálom mindenképpen átadni, mert ez kötelesség egy művésznek, és azt mondom, a legfontosabb, és építeni azt a életművet, meg azt a dolgot, ami egyrészt ugye magyar művészé tesz, meg én, nekem van itt kötődésem, és ezeket kell nekem átadnom mindenképpen. Tudok dolgozni, és az nagyon jó dolog. Én szeretném azt hinni, hogy jön egy boldogabb korszak, sokat hánytatott országunkra. Már ez is foglalkoztat, mert magyar művész vagyok, itt élek, a Kárpát-medencében élek, tehát engem ezek a dolgok közismerten foglalkoztatnak, és érzem is, hogy ez miatt nagyon sok mindent kell tennem, hogy ez az állapot, ez még a kis, hogy mondjam, az én sajátos eszközeimmel is, de elérhető közelbe kerüljön, és ezért mindent megpróbálok tenni. Sok mindent szeretnék még csinálni, tehát úgy érzem, hogy van bennem erő, hát adj Isten, hogy még legyen. Szeretnék nyugodtan, kiegyensúlyozottan dolgozni, persze. Azért az nagyjából mindig megteremtődik, hál' Istennek. Tehát azért mindjárt vigyázunk, és ez tényleg, ez köszönhet az ember otthonának is, tehát minden benne van. Vannak terveim, hogy utazgatni egy kicsit. Volt egy nagy tervem, az mindig egy nagy terv marad, szerintem, de elmenni Mongóliába, valahogy valami húz oda. Tehát ezt meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de szeretném. Na, így.